Maszkos vásárlók és eladók. A látványhoz már volt időnk hozzászokni az elmúlt hónapokban. Januártól újabb változással szembesülhetünk, elsősorban a kisebb boltokban. Ahol online kassa működik, de eddig nem volt biztosított az elektronikus, jellemzően bankkártyás fizetés lehetősége, ott ez a jövő év elejétől kötelezővé válik. Jelenleg nagyjából 215 ezer helyen üzemel online pénztárgép, 60 ezer vállalkozás azonban még csak készpénzt fogad el. Az új jogszabálynak való megfeleléshez több megoldás is szóba jöhet. Ebbe beleértjük természetesen ugye a hagyományos bankkártyás fizetést. A bankkártyához kötődően ugye alkalmazható az arra alkalmas okostelefonokkal történő, de bankkártya háttérrel történő fizetés, illetve elfogadható az azonnali fizetés, azonnali utalás rendszerére épülő, esetlegesen kifejlesztendő applikációk alkalmazása is, tehát az azonnali utalás, ugye, ami szintén most már működik, és tulajdonképpen 5 másodperc alatt bonyolít le egy utalást, tehát ez, ahol az azonnali utalást végzik el, ez szintén kielégíti az elektronikus fizetés követelményét. Ehhez azonban praktikus alkalmazásokat kell fejleszteni, tette hozzá az államtitkár, aki szerint a jogszabálynak való megfelelés, így az infrastruktúra kiépítése egyszerű és viszonylag olcsó, az értékesítés után a bankoknak járó jutalékot pedig ki lehet gazdálkodni. A lépés a fekete gazdaság ellen is hatásos lehet, bár utóbb visszaszorítását inkább az online kasszák megjelenése segítette. Ez a változás sokkal inkább a készpénzforgalom csökkentésében segít. A készpénzhasználat Magyarországon rendkívül magas, illetve forgalomban lévő készpénz is kiemelkedően magas európai viszonylatban is, és ennek jelentős költségei vannak. Tehát a készpénz, a jelenleg forgalomban lévő készpénz, ami körülbelül 7000 milliárd forint, ez egy 15 éves GDP-nek a 15%-a, ennek a pénznek a nyomtatása, mozgatása, őrzése, megszámolása, ez éves szinten 450 milliárd forintot jelent a nemzetgazdaságban. Tehát ez egy jelentős tétel. Ez egy akkora mértékű tétel, ami összemérhető például az idei járvány elleni védekezés költségeivel. Egy másik indok, hogy a készpénz használatnál biztonságosabb az elektronikus fizetés, így a lépés a koronavírussal szembeni küzdelem hatékony eleme is lehet. A politikus arról is beszélt, hogy a mostani szabályváltozásokat hamarosan újabbak követik, ezek a digitalizációt segíthetik a banki ügyintézésben. A javaslatcsomag ősszel kerülhet a parlament elé.